Felavatták azt a táblát, mely a reménység kertjét jelzi a Károly Voltila Barátság Központ belső udvarán. Az avató ünnepségen Lévai Jánosné tanácsnok köszöntötte Kecskemét önkormányzata nevében a résztvevőket. Az ünnepi táblaszentelésen Bajza Zoltán izsáki plébános elmondta, napjainkban kifejezetten fontos a remény. Számunkra remény az, amely hitünket segít és a mindennap esélyt ad nekünk arra, hogy tudjunk bízni a jó Istenben és egymásban. Csiszér László keresztény énekes dalszerző dicsőítő énekei adták meg az esemény magasztos hangulatát. A Vojtila Barátság Központ udvari falán elhelyezett tűzzománc alkotás tavalyi őszi avató ünnepségén dr. Pintér Gábor Honduras pápai nunciusa köszöntő beszédében a reménység kertjének nevezte el a Szociális Közművelődési Intézmény mediterrán hangulatot árasztó belső kertjét, melyet mostantól emléktábla is hirdet.